Where are you from? From Kiev. From Kiev? When did you start traveling? And 5 o'clock on the Friday. What happened when you decided to leave the country? We live in Donetsk in 7 years ago, and we know what is it. Mm-hmm. Because and then the start helicopter. We very have a quickly in the car and go to the Ukraine. And what is your plan? Where do you want to go? I don't know. We think about it, about in your country. Mm. You will stay in Romania? Maybe, yeah. To think about it, because I don't have time to think about it. Could your husband or my boyfriend? My husband in Ukraine, and we think maybe can... He can leave also. He can, yeah. Eddig át volt számolva ez is. Igen? Igen, a halkozás. A halkozni hozzáteszünk 2, 4, 6, 7-et. Când intră aici, sunt care au aranjat. Da. A Máramaros szigeti határátkelőnél vagyunk. Nagyon sok az ásványvíz, nagyon sokan hoznak tartós élelmiszereket, nagyon sok az önkéntes, azok, akik átjönnek az ukrán oldalról, azoknak rendszerint nincs már szükségük élelmiszerre és egyéb tartós háztartási cikkekre, úgyhogy éppen most látjuk, ahogy érkeznek át a határon. Mindenki próbál segíteni, vannak fordítók, vannak önkéntesek. Ez a menekült áradat egyelőre elég lassú, még nem indult meg az emberek tömege Románia fele. Egyelőre a hatóságok és a különböző civil szervezetek ellátják a segélyezési feladatot.